reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit. Összeszedtem valami takonykolt szerintem. Ha mondjuk hideg van, tehát ez a 0 fok környéki időjárás nem tesz jót az embernek, na mindegy. Egyébként meg amúgy is egészségügyi a mai téma, tehát azért ragadtam telefont, hogy megint szígyem az NHS-t, csak most nem tudom, hogy miért szígyem. Ma, amit, na jó, mindjárt mondom, hogy gondoltam én ezt. Na, szóval arról akarok beszélni, hogy úgy tűnik, hogy ahhoz képest, amilyen volt régen az NHS, a régen alatt a tavalyi évet értem, tavalyi év végét, ahhoz képest most kurvára főpörögtek, de most meg túlvezéreltek. Tehát, hogy az van, hogy tegnapi nap folyamán, illetve tegnap előtt, már, hétfőn, kijött a közveti nővér. Ugye múlt héten mondtam, hogy voltak kint, és vért akartak venni, de hát mivel nem volt nálam a vérvételi lap, meg hát váratlanul jöttek, így nem tudtam reagálni rájuk. Ez éjjel ment a nővér, mondta, hogy ha majd megszerezzük a vérvételi lapot, akkor... Hát mondom, jó van, akkor rendben van. Na már most a helyzet, hogy most meg hétfőn szó nélkül jött a közveti nővér, ugyancsak vért venni, de most már ő hozta a vérvételi lapot, tehát még csak nem is kellett ezzel foglalkozni. Levették a vért valamikor délelőtt folyamán. Késő délután, amikor jöttem haza az egyetemről, akkor főhívtak a rendelőből, hogy hát másnap telefonálnának a véreredmény miatt. Nem mondom, mi az Isten van, bazd meg, hát most vették rá a vért, azt már kielemezték. De nem kell aggódni, mert hogy hívják, nincsen semmi olyan probléma. Mondom, ha nem kellene aggódni, akkor nem lenne, hogy hívják, nem lenne ez a hívás, nem? Na mindegy, és az volt, hogy mondom, jó, hát hívjatok föl, hát mindegy. Na már most fölhívtak délelőtt, hogy az a helyzet, hogy mennyit a tehát, hogy magas a cukor az asszonynak, és hogyan kéne kezelni, meg hogy ő hogyan kezeli, meg hogyan méri, meg mit csinál, meg diéta, meg lefogyni, meg STB. És az van, hogy jelen pillanatban megint, tehát most volt kb. Másfél hete, amikor beszélgettünk a orvossal, mármint a házi orvossal, hogy akkor meg kell emelni az inzulin szintjét, tehát amit az agon inzulint, azt meg kell emelni az asszonynak. De most ehhez képest most megint emeltek egy kettő dózis, reggel és este is, mert még mindig magas. Mondom, ha ennyire veszélyes lenne a dolog, akkor az meg már rég meghalt volna, nem? Na mindegy. A másik meg, hogy fölhívott a diabetikus lábászatról az egyik ápolócsaj, akit ismerünk, név szerint, meg személy szerint, és az meg hogy csinálják? Bejelentette, hogy most kérdélek és megresik a lábát az asszonynak. Mondom, most. Mondom, eddig nem volt senkinek fontos, most hirtelen hülye fontos lesz megnézni, hogy áll a lába. Hát mondom, jó van, mindig, hát akkor gyertek, nézzétek meg. Na, hát jöttek, megnézték, átkötözték, persze mindezt úgy, hogy közben nekem ment az oktatás, az egyetemi oktatás, tehát nehogy vetlen nyugodtan legyek, mert nekem a kedve nem nyugodt, úgy tűnik. Szóval, hogy nehogy nyugodtan legyek, jöttek, megnézték, és az van, hogy nem csak átkötözték, hanem kérdezgettek, hogy ez így, hogy van, meg az úgy, hogy van. Mondom, tartsál még föl, még egy fél óráig légy szíves, nincs elég gondom enélkül, és hogy jelk, és akkor, hogy volt-e MR vizsgálata a lábában az asszonynak. Mondom, én nem tudok róla, hogy bármikor is meg lehet volna rendelve egy ilyen vizsgálat, hogyha meg volt rendelve, akkor azt mi el kellett szalasszuk, de hogy mikor volt a szinti fejemben, meg nem mondom. Na jó, az akkor intézkednek. Hát most meg intézkedtek, nem csak az MR-vizsgálat, hanem ugye ilyen
azt hiszem szteroidos injekció, vagy nem tudom milyen injekciót kapna, ami most figyelj, ultrahang által vezérelt injekció. Tehát nem csak úgy beszúrják egy fontos, aztán jó napot kívánok, nem az meg ultrahanggal vezérelt, gép által vezérelt, hogy csinálják, injekciós kezelés. Na igen, ám csak hogy azért be kell menni a kórházba. Na most, ha nem tud talpra állni, mert nem tud szegényem nagyon talpra állni, menni meg aztán pláne, és a mentők még nem fogják elvinni, mert egy speciális, hogy csinálják kell hozzá, egy speciális ilyen lépcsőjárógép. Bármúgy, amikor be kellett vinni a kórházba, mert elesett, akkor hogy csinálják? Akkor meg tudták oldani hordágyal, tehát nem is értem. Na mindegy, a lényeg, hogy amíg ő nem tud lábra állni, és a mentősök még nem viszik el, addig padhelyzet van, tehát addig ne hiába küldözgetik ilyen olyan vizsgálatra, meg ilyen kezelés, olyan kezelés, csak hogyha ide jönnek. Na most az ultrahangos gépet így nem fogják kicipgölni hozzánk a lakásba. Szóval most itt vagyunk, sakmat, kész. Na mindegy, majd meglátjuk, hogy hogy lesz, de ez felettébb érdekes. Tehát, hogy nem tudom, mi történt most velük, hogy hirtelen ők önállósodtak, és amikor mi kérjük a vizsgálatot, vagy mi akarunk valamit, akkor azt nem. Hát mert most nem mennem. Most, amikor meg nekik fontos, akkor meg eszükbe jut a dolog. Egyetlen szépségében a dolognak, hogy mindent kedden akarnak. Hétfőn meg kedden. Tehát csak két napon a héten, amikor abszolút nem érek rá, az a hétfő meg a kedd. Mindent akkor akarnak megoldani. Én még ilyet nem basztam. Na mindegy, hát ez csak az égár, mert akkor mindent újra kell szervezni, ugye? Tehát új időpontokat kell kérni, akkor megint telefonálgatnom kell, és megint elbaszok egy csomó időt, csak azzal, hogy ügyet intézek. Most is azért jöttem ki egyébként, hogy vásároljak, hogy ügyet intézek. De hogy miért, azt majd a heti becsében elmondom. Ja, és egyébként pedig fontos, csütörtökön este. Mivel ezt, ha minden igaz, most szerdán már látni fogjátok. Tehát akkor úgy mondom, hogy holnap este 6-tól 10-ig Mega Jam lesz a Bitangyó Rádióban velem. Tehát aki szereti a hangomat hallgatni, rádiózáson belül ezt a szaknyos korságot, az jöjjön, és akkor este 6-tól 10-ig együtt lehetünk, legalábbis hangommal. A másik szolgálati közlemény pedig, tehát a Bitangyó Rádió oldalát majd megtaláljátok, mert egyrészt majd kiteszem a linket, másrészt meg a Facebookon folyamatosan hirdetem, tehát aki a Facebookon ismerősöm, az úgy látja. Na, szóval, hogy a másik szolgálati közlemény, hogy pénteken este, ha minden igaz, akkor 8 órától Pintyőke Live, ami azért érdekes, mert én is részt veszek benne, sőt, elvileg én biztosítom a technikai felvételt, feltételt, nem a felvételt, tehát nem én indítom a live-ot, hanem a Pityőke Zsolti, de én is résztvevője leszek ennek a live-nak, aztán hogy meddig tartta, ki tudja. Mert ugye Pityőke Zsoltinál általában egy ilyen live az 4-5 órás szokott lenni. Hát majd meglátjuk, hogy alakul. Na. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Ja, és még egy. Ja, mert folyamatosan jutott a kezembe a dolgok, de ugye látjátok, hogy folyamatosan kitekintettek a képből. Nem véletlenül, mert van egy dolog, ami most látom, és meg akarom mutatni. De előtte azért mondom, hogy tessék nyugodtan like, feliratkozás, komment, esetleg így ki donation a kerítésen. Pavolnak már megköszöntem ugye Leedsben a támogatását, de most is megköszönöm. Meg mindenkinek, aki hozzájárul a csatorna létezéséhez. És akkor megmutatom a fő okot, amiért annak kitekingetek a képből, de most meg kell fordítanom a kamerát, úgyhogy... Szóval, az van, hogy itt változások történtek, ugyanis lezárták ezt az utcát, vagy útszakaszt, mert nem utca, csak egy behajtó a Cockhedge mellett. És tetszik látni, bár jelentősen bontanak. Hát annyira jelentősen, hogy most már bontják az egész épületrész itt is.
ott a markoló, tetszik látni. Ott halabdálja az elemokat az épületből. De érdekes módon ahhoz a hátsó épülethez, meg a híthoz még nem nyúltak hozzá. Csak ezt bontják valamiért. Na mindegy. Na, hát csak ezt akartam mutatni. Meg hogy ugye le van zárva az út, tehát körülni kell. Gyalogosoknak, meg mindenkinek. Na, hát akkor még egyszer köszönöm a figyelmet, és akkor találkozunk, ha máskor nem, akkor hangban holnap este, képben meg videókkal a Joe csatornáján péntek este. És akkor hétvégén meg hetibözi. Na, addig is. Bye everybody.